Nem észleltek afrikai sertéspestises megbetegedést a zalai hízó, illetve vaddisznó állományban. Tavaly Romániában és Csehországban is azonosították a ragályos betegséget, de Magyarországon nem jelent meg a fertőzés. A vírus emberre nem veszélyes, de például a vadgazdálkodást is befolyásolja. A vaddisznó állomány veszélyeztetett ezáltal a vírus által. Ez egy északkelet felől a Baltikum irányából terjedő, kifejezetten a sertés állományra veszélyes, úgy a házi, mint a vaddisznó állományra nézve veszélyes vírus, ami vérzékenységet okoz. Ennek, ha valaki valahol ilyen tetemet fellel, ami elhullott tetemet, a fokozott vírus veszély miatt ennek a jelzése az állategészség hatóság felé kötelező. Ebben tevékeny részt vesz a Zala megye vadásztársadalma is. Kérdés biztos, hogy mennyire éles a helyzet. A környezetünkben, ország határon kívül tudjuk, hogy ez a vírus jelenléte már visszaigazolt, de itt megyén belül tudomásom szerint pozitív egyedet még nem találtunk.